Sziasztok, kedves nézőim! Bolygónk gyakran tár fel hihetetlen titkaiból. Földünk felfedezése folyamatosan zajlik, egy percre sem áll meg. Nem csak valamelyik sivatagban vagy a szárazföldön lehet érdekességeket találni, jégbefagyva is akadnak különlegességek. Az örök jégvilága még sok felfedezni valót tartogat. Amire pedig eddig bukkantak, az megmozgatja a képzeletet és további kutatásokra sarkal. Egy gravitációs anomália. 2006. decemberében egy furcsaságot fedeztek fel az Antarktisz örök jege alatt. A felfedezés Weixland közelében történt, és egy körülbelül 300 méter átmérőjű területről van szó, amely megközelítőleg 820 méter mélyen fekszik. A Weixland gravitációs anomália nevet kapta, és egy 500 km átmérőjű kráterben fedezték fel a NASA műholdas megfigyeléseinek köszönhetően. Sok kutató azt feltételezi, hogy a jelenség egy egykor földbe csapódott aszteroida nyoma. Valószínűleg kétszer, más források szerint kb. 6-szor nagyobb volt annál az aszteroidánál, aminek a becsapódása nyomán egykor a dinoszauruszok kipusztultak. A kutatók úgy vélik továbbá, hogy ez az égitest volt az oka annak a globális katasztrófának, amely 250 millió évvel ezelőtt a Perm-Triaszki halást kiváltotta, amikor a tengeri élővilág 96%-a és a szárazföldi élőlények mintegy 70%-a elpusztult. Mint mindig, az összeesküvés elméletek hívei most is más véleményen vannak. Sokan közülük úgy vélik, hogy ez a kráter valaha egy földtani idegenbázis volt, vagy a bibliai bukott angyalok titkos rejtekhelye, vagy egy kapu a föld belsejébe, ahol egy különálló világ létezik. Egy új sziget. Az embert mindig is vonzotta, hogy új területeket fedezzen fel. És meglepő módon a mai napig sikerrel járunk. Alig néhány éve fedeztek fel egy új, eddig ismeretlen szigetet az Antarktiszon. A szigetet a skandináv földistennő tiszteletére, Sifnek nevezték el. A kutatók szerint az éghajlati változások, pontosabban a Tuites-gleccser gyors olvadása miatt került felszínre. Több mint 350 méter hosszú, és főként vulkanikus gránitból áll. Bár a szigetről fokozatosan eltűnik a jég, erős a félelem, hogy hamarosan már nem lehet tanulmányozni. A gleccserek olvadása miatt ugyanis fokozatosan emelkedik a vízszint. Nem véletlenül lett a második neve végítélet gleccser. Ezt azért kapta, mert fennáll a veszélye, hogy a nagyon közeli jövőben eltűnik. Ha ez megtörténik, akkor annyi víz áramlott az óceánokba, hogy azok szintje 65 cm-rel emelkedik, ami katasztrofális következményekkel jár majd. Hatalmas kanyon Grönlandon. Grönland a Dán királysághoz tartozó autonóm terület. Az azonos nevű legnagyobb és legészakibb szigeten terül el. A sziget nagy része az északi sarkör felett van, ami azt jelenti, hogy ott nagyon hideg van, és a jég egész évben megmarad. Ebben a fagyos környezetben találtak a tudósok egy óriási kanyont. Nagyobb, mint a világhírű Grand Canyon, vagy a kínai Yarlung Tsangpo. A grönlandi kanyon hossza meghaladja a 720 kilométert. A felfedezés teljesen spontán történt. Amikor rábukkantak, a tudósok éppen a jégolvadás intenzitását és a közvetlenül a jégkéreg alatti domborzatot tanulmányozták. Amikor már magát a kanyont kezdték vizsgálni, elámultak a méretein. Senki sem gondolta volna, hogy Grönlandon egy ilyen földhasadékot találnak. A jégkanyon felfedezése néhány tudóst azonban zavarba ejtett. Keresik a választ arra, hogy a gleccserek olvadásakor hol és főként hol folyik ki belőle a víz. Köztudott, hogy Grönland szigetének olyan az alakja, mint egy lap, amelynek lefelé hajló szélei vannak. A legfőbb rejtély az, vajon hogyan jöhetett létre? Van, aki úgy véli, hogy a hőmérséklet ingadozások miatt történt. Megfagyó és felolvadó víz repesztette szét a kőzetet. Mások meg vannak győződve arról, hogy a hőmérsékletnek ehhez semmi köze nem volt. Szerintük a kanyont az erózió alakította ki. A legnépszerűbb változat a folyókról szóló verzió. Ezek hozhatták létre a kanyont 4 millió évvel ezelőtt, amikor még egyáltalán nem volt jég. Ezeken és még sok más kérdésen még mindig gondolkodnak a világ legjelentősebb elméi. Ezért a felfedezéssel kapcsolatos kérdésre adott válaszok még sokáig váratnak magukra.
az HMS Terror és az HMS Erebus hadihajók rejtélye. Az HMS Terror és HMS Erebus hajókat sarkköri kutató munkára szerelték fel, és részt vettek a Sir John Franklin által 1845-47-ben vezetett, tragikus véget ért sarkvidéki expedíciókban. Mindkét hajó Franklin parancsnoksága alatt a messzi észak feltérképezetlen régióiba utazott, de kanadai területek közelében a jégfogságába estek, és a legénység 129 tagja közül senki nem ért haza, beleértve magát a kapitányt is. 1981-82-ben expedíció indult a King William és a Beechey-szigetek felfedezésére. Ekkor megtalálták a Franklin expedíció néhány tagjának holttestét, amelyek a természetes mumifikációs folyamatnak köszönhetően tökéletesen megőrződtek. Exhumálások eredményei szerint a hajósok halálának oka a rossz minőségű konzervek okozta ólommérgezés, a skorbut és az élettel összeegyeztetetlen súlyos időjárási körülmények voltak. A maradványok vizsgálatakor arra a következtetésre is jutottak, hogy a Franklin expedíció tagjai egy idő után szó szerint megőrültek a körülményektől, és még egymást is elkezdték felfalni. Gyanús vágásokat találtak a megmaradt csontvázakon, amelyek kanibalizmusra utaltak. Aztán 2014. december 12-én egy robottenger alattjáró a Victoria szorosban megtalálta az HMS Erebus roncsát, majd szinte pontosan két évvel később az Arctic Research Foundation tagjai majdnem tökéletes állapotban megtalálták az HMS Terror maradványait is. Fehér háború. Így nevezték az első világháború legkegyetlenebb frontszakaszában, Dél-Tirolban lezajlott csatákat. A gyakran 3000 méteres magasság fölött az állandó fagy és hóbirodalmában megvívott ütközetek számos katona életét követelték. De még ennél is többen veszítették életüket a kegyetlen körülmények, a mostoha terep, a földcsúszamlások és a lavinák miatt. Az egykori olasz front poklának mementói az elmúlt 100 évben a jégbefagyba pihentek, a felmelegedés és az olvadó gleccserek miatt azonban az elmúlt évtizedekben egyre több felszerelési tárgy és emberi maradvány került elő. A felmelegedés következtében nem csak holttestek kerültek elő a jégfogságából, hanem a 100 évvel ezelőtti harcokban használt robbanóanyagok, robbanó szerkezetek is. Az olaszországi Dolomitokban például az elmúlt években számtalan rozsdás és kifejezetten veszélyes robbanó szerkezetre bukkantak a turisták és a kutatók. 200 gránátot például egy gleccserbe vált raktárhelységben tároltak, amelyre egy rutin ellenőrzés során találtak rá a hegyi mentők. Egyre nagyobb számban kerültek elő muníciós ládák, gázellarcok, buzogányok, de találtak már szöges drótból hajlított feszületet, patikus üveget, cigarettapaklit, vagy éppen újság megsárgult lapjait. Ősi kutyák. Néhány évvel ezelőtt kutatók utaztak Jakutföld északkeleti részére, abban a reményben, hogy ott ősi mamutok maradványaira bukkannak, ám helyette tökéletesen megőrzött, jégkorszaki kutyakölykök maradványait találták. A fagyott maradványok elméletileg segíthetnek a tudósoknak megtudni, hogy a kutya pontosan mikor és hol vált a farkastól külön alfajjá, és lett az emberiség történelmének első háziállata. A leletek vizsgálata során kiderült, hogy a kölykök körülbelül 3 hónapos korukban pusztultak el, és nagy valószínűséggel egy lavina ragadta el őket. A tudósok a felfedezett állatok maradványait a faj háziasításának kronológiájával kapcsolatos kutatásokra fogják felhasználni, mert egyenlőre még mindig nincs konszenzus a tudományos közösségben arról, hogy mikor és hol háziasította először az ember a kutyát. Hogy mivel táplálkoztak az őskori kutyák, azt még nem sikerült megállapítani. Egyes tudósok meg vannak győződve arról, hogy főtáplálékuk a fű volt. Jó, ez már vicc kategória. Mások azt állítják, hogy ez a kutya pontosan ugyanazt tette, mint a mai kutya. Mivel a ragadozóktól származik, nyilván valahol itt kell keresnünk az igazságot. Az André-féle sarkvidéki expedíció. Párizsban a francia ballonkészítő Henri Lechambre irányításával készült el az a hőlékballon, amely később a SAS nevet kapta. A ballon bizonyos fokú irányíthatósága elengedhetetlen lett volna a biztonságos utazáshoz, de az André által kitalált, húzókötéllel történő kormányzás nem volt hatékony. Ezzel a konstrukcióval tervezték elérni az északi sarkot, azonban az expedíció mindhárom tagja odaveszett. A léghajó 2 nappal a felszállás után a jégre zuhant. Ha azonban a történetnek ezt a részét sokan ismerik is, azt a tényt, hogy később megtalálták az expedíció maradványait, nem mindenki tudja. Az érdekesség az, hogy a felfedezőknek nem esett baja a leszállás során, de a sodródó jégtakaron keresztül kimerítő túrával kellett visszatérniük délre. Mivel nem voltak megfelelően felöltözve, felszerelve és felkészülve, a teret nehézségei sokkolták őket, nem jutottak biztonságba.
amikor októberben a sarkvidéki tél közeledett feléjük, a csoport kimerülten az elhagyott Kvitoja szigetén kötött ki, és ott haltak meg. Az expedíció sorsa 33 évig az északi sarkvidék egyik megoldatlan rejtélye maradt. Utolsó táboruk véletlen felfedezése 1930-ban média szenzációt keltett Svédországban, ahol a halottakat gyászolták és bálványozták. André indítékait később negatívan revideálták, ahogy a sarkutatásban betöltött szerepét is. Titkos náci bázis az északi sarkkörön. 2016. októberében orosz tudósok felfedeztek egy titkos náci bázist az északi sarkkörön. A Kincsvadász nevű objektumot az Alexandraland szigetén találták meg, és körülbelül egy évvel Oroszország német megszállása után építették. A bázis 1944-ben vált teljesen elhagyottá, amikor a nácik jegesmedvehússal mérgezték meg magukat. Legközelebb 72 évvel később jelentek meg itt emberek. Orosz sarkutatók mintegy 500 különböző tárgyat találtak a bázison, köztük rozsdás töltényeket és II. Világháborús dokumentumokat. A bázis az állandó rendkívüli alacsony hőmérsékletnek köszönhetően tökéletes állapotban maradt fent. Vannak olyan verziók, amelyek szerint a létesítményt azért hozták létre, hogy valamilyen ősi erekéket és erőforrásokat keressenek, amelyek létezésében maga Adolf Hitler is hitt. Bár a földhöz ragadtabb szakértők úgy vélik, hogy a titkos bázis a náciknak az időjárási viszonyokról szolgáltatott információkat, ami jelentős előnyt jelentett Németországnak csapataik, hajóik és tengeralatti járóik mozgásának megtervezésében. Az oroszok a szigetet most saját katonai bázisukként használják. Egy befagyott jacht. És most a Határtalan tenger nevű hajóról mesélek nektek. Ez az a brazil építésű hajó, amely évekig az Antarktisznál, a Maxwell-öböl jege alatt pihent. A jacht a legénységgel együtt, amely az Antarktiszról akart filmet forgatni, elsüllyedt. Valami miatt elvesztették az irányítást a hajó felett, így a hullámok és a jég csapdájába estek. Egy chilei hadihajó érkezett a segítségükre, és a fedélzetre tette a szerencsétlenül járt hajó összes utasát. A mentési akció viharos szélben 2 napig tartott, de szerencsésen végződött. Mindenkit kimentettek, kivéve magát a hajót. A jacht tulajdonosának szerencséjére az öböl mélysége csak 10 méter volt, így bármikor ellátogathatott, hogy saját szemével nézze meg a hajóját, és visszaemlékezzen a régi szép időkre. Némi komor megvilágítással díjnyertes lehetett volna ez az installáció. Sajnos kevesen voltak hajlandóak személyesen megcsodálni a látványt. Bár végül volt egy valaki, aki segített kihúzni a vízből a jachtot, és az emberek visszakapták odaveszett felszerelésüket. Magát a hajót azonban már nem lehetett újra üzembe helyezni. Mára ennyi, kedves nézőim. Kattintsatok a like-ra, ha érdekes volt, és írjatok kommenteket is. Hamarosan találkozunk, addig is, sziasztok!